Belvízvédelmi beruházás egy hónapig lesz terelés a Bajcsy-Zsilinszky utcán. Dübörög a víradó kampány, a megyeházán nyújtották karjukat az önkéntesek. Játék és tanulás, ukrán gyerekeknek szerveznek programokat Miskolcon. Ez a Miskolc Ma, a Miskolc Televízió híradója. Jó estét kívánok! 2022. július 20-a, szerda, 18 óra van. Jöjjenek a részletek! Belvízvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű munkát végez a Városgazda a következő hetekben. A Bajcsy-Zsilinszky utcán hétfőtől terelt útvonalon járnak a gépkocsik, amíg a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkáit végzik a szakemberek. A beruházás 4 millió forintba kerül, és hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb esőzés után ne álljon a víz a forgalmas úton. A forgalom terelés augusztus 19-éig tart. Az aljzatbetont bontják a város egyik forgalmas pontján. Körülötte mindenhol táblák és kordonok. Hétfő óta csak a villamospályán tudnak közlekedni az autósok a Bajcsy-Zsilinszky utcán. Azt a csövet mutatja a Városgazda műszaki vezetője, ami egy szivattyúhoz kapcsolódik. Nagyobb esőzés esetén ezen a csövön keresztül halad a víz a szivattyúházhoz. Tulajdonképpen ez az a szivattyúház, amiről beszéltem az előbb, ez azt jelenti, hogy itt vízhitérzékelők vannak beszerelve itt lenn, hogy érzékelők a vízének a növekedését, és akkor az a szivattyúk automatikusan bekapcsolnak, és kiszivattyúzzák a vizeket a mélyedésben, ami összegyűlik. A mostani karbantartásra azért van szükség, hogy a vízelvezetés a továbbiakban is zavartalan legyen. Ezen a területen a két irányból, akár a Tiszai, akár a város felől, nagy felületen nagy mennyiségű csapadék tud összegyűlni. Tehát ennek a vízelvezető rácsoknak nem csak az a funkció, hogy a közlekedés biztosítsák, illetve hogy a csapadékot elvezessék, hiszen a legmélyebb ponton vagyunk, a víz csak lefelé folyik, tehát ide be kellett építeni egy úgynevezett belvízvédelmi szivattyút. A szivattyú évtizedek óta működik, a régi vízelvezető keresztrácsot pedig most újra cserélik. A rácsok nagy teherbírása itt ugyanis különösen fontos, az áthaladó villamos, autós és buszforgalomból adódóan. A munkálatok miatt egy hónapig kell terelt útvonalon járniuk az autósoknak. Itt tulajdonképpen a technológia miatt a betonnak a kötési idejét kell figyelembe vinni, hiszen ezek a rácsok egy fix beton alapra kerülnek elhelyezésre, hogy minél tovább tudják bírni, tehát meg kell várni még a beton azt a 24 napot, 25 napot a kötési időt. A belvízvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 4 millió forintba kerül. Egekben az alapvető élelmiszerek ára és soha nem látott mélypontra került a forint. Szilágyi Szabolcs szerint ezek a kormány elhibázott és korrupt gazdaságpolitikájának eredményei. A velünk a város frakciójának jobbikos tagja mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, idézem, Orbánék eddig azzal hitegették a magyar embereket, hogy a rezsicsökkentést meg tudják védeni, amelyre nemrég létrehoztak egy 1000 milliárd forintos rezsivédelmi alapot. Hozzátette azt is, sokan örülnének annak a nagyjából 150 ezres béremelésnek, amit most az államtitkárok kaptak. Szilágyi Szabolcs szerint az lenne a minimum elvárás, hogy egy ilyen válságos időszakban nem emelik meg saját fizetésüket, ahogy azt Miskolcon a nyár elejé közgyűlésen párt és frakciótársaival együtt tették. Rengeteg család fog belerokkanni a rezsiárakba, különösen a villanyszámlák miatt, amelyek több mint a duplájára is nőhetnek nagyobb családoknál, akik semmilyen luxus eszközt nem használnak, nem a nem létező medencéjüket vagy a biliárdtermüket fűtik fel, csupán főznek, mosnak, fűtenek. Rekordgyenge forint, elszabadult élelmiszerárak, a katások kivégzése és duplájára emelkedő rezsiköltségek. Ez Orbán Viktor veszélyes terve. Kutyafuttatót adtak át a testvérvárosok útján. A környéken ez az első ilyen jellegű beruházás. A választókerületben további fejlesztések is várhatóak. A kutyafuttató kialakítása több mint 2 millió forintba került.
A labda a földön, a kutyus pedig már alig várja, hogy gazdája ismét eldobja azt. Elkészült az új kutyafuttató a testvérvárosok útján, amit már birtokba is vettek a lakók. Szerintem rendszeresen le fogunk járni, én ennek nagyon örülök, hogy nem púrázunk el, sétáltatom a kutyát, hanem itt szabadon tudom engedni, a többi kutyával is tud játszani, úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy itt van ez a kutyafuttató. Biztonságos kerítés és gyűjtő edény a kutyaürüléknek. A beruházás az itt élők régi vágya volt, amit a terület korábbi képviselője valósított meg. Hegedűs Andrea, aki munkáját immár a parlamentben folytatja, továbbra is szívén viseli a választókerület sorsát. Tartottunk egy utcafórumot még a tél folyamán, és ott például az itt felmerülő kérdések között szerepelt, hogy kutyafuttatóra lenne szükség, hiszen ennek a választókerületnek egyik területén sem épült még kutyafuttató, úgyhogy az elsőt ezennel átadtuk. De a hármas számú választókerületben további fejlesztések is a tervek között szerepelnek. Szinte teljesen bejártam a körzetet. Készítünk egy problématérképet is az emberekkel való beszélgetés során. Például ott derült ki, hogy a középszerúti óvoda melletti lépcsősor picit balesetveszélyes, úgyhogy szeretnénk ezt minél hamarabb felújítani. A kutyafuttató kialakítása 2 millió 480 ezer forintba került, de a beruházás még nem zárult le. A terület a tervek szerint padokkal, zöld növényekkel és fákkal is bővül majd a jövőben. Kitárta kapuit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, idén már harmadik alkalommal szervezett itt véradást a Vörös Kereszt. A megyeháza dolgozói mellett bárki adhatott vért, amit sokan meg is tettek. A véradás fontossága nyáron még nagyobb hangsúlyt kap, mint máskor, ugyanis ilyenkor a tapasztalatok szerint jóval kevesebben nyújtják a karjukat, mint az év többi hónapjában. A biztonságos vérkészlet fenntartásához napi 1600-1800 véradóra van szükség országszerte. Véradásra hívja fel a figyelmet a plakát a megyeháza bejáratán. A megyei önkormányzat idén már harmadik alkalommal tárta ki kapuit és biztosított helyszínt a véradáshoz. Gyors adminisztráció és orvosi vizsgálat után átlagosan 450 ml vért vesznek. Gyakorlatilag rendszeres véradó vagyok. Azt gondolom, hogy nem csak állampolgári, hanem közigazgatásban dolgozóként hivatásbeli kötelezettségünk is, hogy az állampolgárokat segítsük. A nyári időszak az mindig egy kérdés is ebből a szempontból, hiszen nagyon sokan vannak szabadságon, a véradási hajlandóság ilyenkor egy kicsikét alacsonyabb, viszont a nyári szünetek és az utazások miatt a balesetek is az igényszáma viszont megemelkedik. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy amilyen lehetőséget tudunk, és ezért ez a mai nap is azért ebből a szempontból kiemelt jelentőség, hogy felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy ez egy kötelezettségünk, és az önkormányzat részéről is ennek egy szinterét ilyen formában tudjuk biztosítani. Vért nem csak a megyei önkormányzat dolgozói, hanem bárki adhatott, és sokan érkeztek, hogy segítsenek. Többen már régóta rendszeres véradók. Még katonakorom óta, az már nem most volt, olyan 25 éve. Hát fontos, szerintem mindenki életében lehet olyan, hogy rá fog szorulni, vagy rászorul erre a fajta felajánlásra, úgyhogy jobb ezt megelőzni szerintem, hogy mi is felajánljuk a vérünket egy picit, ennyit tudunk segíteni esetleg valamifajta beteg emberen. A héten egyébként pénteken szervez még kitelepült véradást a Vöröskereszt megyei szervezete. Elsősorban azonban most az a célunk és feladatunk ezekkel a külön meghirdetett véradásokkal, hogy lehetőséget teremtsünk arra az embereknek, hogy jó elérhető helyen, közel a munkahelyükhöz, számukra kedvező időpontban tudjanak vért adni. Egyébként a héten még Miskolcon lesz egy kiváló lehetőség, köszönetet kell mondanunk a Magyar Honvédségnek, ők szintén az a partner szervezet, akik mindig segítenek akkor, hogyha leginkább szükségünk van rá. A külső helyszíneken megszervezett véradások mellett a hét bármelyik napján lehet vért adni az Országos Vérellátó Szolgálat Miskolci Intézetében. Országos szinten a biztonságos vérkészlet fenntartásához napi 1600-1800 véradóra van szükség. Ukrán gyerekeknek szervez nyári programokat a Magyar Vöröskereszt,
a Máltai Szeretett Szolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet közösen. Az egyik miskolci hotelben jelenleg mintegy 70 gyerek lakik édesanyjával együtt, mindannyian a háború elől menekültek Magyarországra. Az ellátásuk mellett a segélyszervezetek abban is igyekeznek támogatást nyújtani, hogy a lehetőségekhez képest aktívan teljen a nyári időszak a fiatalok számára. Megérkezett a kis csapat a Gárdonyi Géza művelődési házba. Az árnyékban összekészített játékokat azonnal használatba vették a gyerekek. A terep nem új számukra, a napközis tábor harmadik napja tart. Mindannyian Ukrajnából érkeztek Miskolcra hónapokkal ezelőtt. A háború elől menekültek Magyarországra, most az egyik miskolci hotelben élnek. Mi március 3-án érkeztünk Miskolcra az anyukámmal és a kiskutyánkkal. Kijevből jöttünk, itt Miskolcon sokat járunk játszótérre, és sokat játszom a többi gyerekkel, akiket itt ismertem meg, mondta ez az ukrán kislány. A gyerekek ellátását és a tábort a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretett Szolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet közösen valósítja meg. De a szervezésből és a játékok biztosításából egy vállalkozó is kivette a részét. A tervek szerint a nyár hátralévő részében is igyekeznek majd hasznos programokkal segíteni a gyerekek kikapcsolódását. Folyamatosan dolgozunk a nyári program tervünkön. Egészen biztos meg fogunk valósítani majd a Muhitónál még két tábort, az egyik ottani nagy strandon, a Relaxtrémen, illetve strandnapokat is iktatunk be, mert erre is volt példa, és hát próbálunk minden lehetőséget megragadni, hogy minél tartalmasabban teljenek ezek a meleg nyári hétköznapok. És nem csak a játékokról és kikapcsolódásról, hanem a tanulásról is szól ez a nyár. A gyerekek például angolórákon is részt vehetnek. Idén is fergeteges bulival társul a középiskolások számára sorsdöntő pillanat, azaz a felvételi ponthatárok kihirdetése. Ezúttal nem a belvárosban, hanem a Miskolci Egyetemen szervezik meg a Pont Ott partit, többek között könnyed bemutatkozó programokkal és fiatalos koncertekkel egybekötve, piknik stílusú fesztivál hangulatra számíthatnak a diákok a Campus Parkjában, ahol az egyetemi karokról, ösztöndíj lehetőségekről is többet tudhatnak meg. De lesznek nyereményjátékok és karriertanácsadás is. Az ingyenes program csütörtökön délután 5 órától este 11 óráig várja a látogatókat. A Pont Ott partira való eljutást és a hazajutást az MVK plusz járatokkal segíti csütörtökön este. A Búzatérről és az Egyetem városból több 22-es autóbusz indul, és a 20-as jelzésű járatok közül is több érinti majd a kampuszt. Azok, akik az eseményhez kapcsolódó digitális buszjegyet felmutatják, kizárólag ezen a napon délután 4 órától üzemzárásig a centrum és az egyetemváros között a 20-as és 22-es autóbuszokon térítésmentesen utazhatnak. Több hulladékgyűjtő edény a közterületeken, nyilvános mosdók és közösségi programok. Többek között ilyen és ehhez hasonló ötletekkel álltak elő eddig a miskolciak, és ezen belül is a Győri kapuban élők. Ezen a héten az Avas és a Szénva terasz után Diósgyőrben és a Balázs Győző téren is személyesen gyűjtik az ötleteket az önkéntesek. A részvételi költségvetés terhére 15 millió forint sorsáról dönthetnek a városlakók. Július végéig várják az ötleteket, amiket a részvételi tanács kiválogat. A fennmaradó javaslatokra lehet majd szavazni az erre a célra kialakított honlapon augusztus közepétől. Többek között a város zöldítésére, mások segítésére és különböző programok szervezésére vonatkozó ötleteket lehet benyújtani. A városban még az Ady Endre művelődési ház előtt lesznek még a héten, és július végéig várják egyébként az ötleteket a tervezzükmiskolcon.hu online felületen, illetve hogyha valaki nem boldogul annyira az internetes felületeken, nagyon szívesen segítenek a különböző részvételi pontokban, a célpontközösségi térben, az erkében, a pontközpontban, a részvételi irodában, az Avasi Közösségi Házban, az Ifjúsági Házban is, és az Ady Endre művelődési házban is. 31 éves idén a Zempléni Fesztivál, Tokaj hegyaljai Zemplén legnagyobb kulturális rendezvénye augusztus 12-től 22-ig várja a látogatókat.
A csaknem 50 program között az érdeklődők találhatnak komoly zenei hangversenyt, színházi és irodalmi estet, jazzkoncertet, kirándulást, kiállítást, családi és gasztronómiai eseményt is. Sárospatak, Sátoralja újhely, Szerencsés Tokaj mellett több más zempléni település szabadtéri helyszínei, legszebb műemlékei, borászatai adnak otthont az élvonalbeli magyar és külföldi szólisták és népszerű együttesek produkcióinak. A két legnagyobb koncertünk az mindig a nyitó és a záró koncert. Ezek hagyományosan a Sárospatakon, a Rákóczi vár udvarán kerülnek megrendezésre. Egyébként, aki még nem volt itt, annak el szeretném mondani, hogy az egyik olyan ritka helyszíne nem csak az országnak, hanem talán a világnak is, ami szabadtéri helyszínként kiváló akusztikával is rendelkezik. Tehát semmilyen erősítés, semmilyen rásegítés nem alkalmazunk a komoly zenei koncerteken. A fesztivál igazgatójával készült teljes beszélgetést ma este 19 óra 25 perctől a kilátóban láthatják. Folytatódik a kánikula, a hőség riasztás szombat éjfélig van érvényben, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Mai riportjainkat a Minap online felületén nézhetik vissza. Én műsorkészítő kollégáim nevében is további kellemes estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!